Tarlós István főpolgármestersége alatt a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója már 2011-ben elmondta a fővárosnak, hogy a gyermekotthon igazgatója zaklathatja a gyerekeket, mégsem történt semmi. A sajtóban azóta megszólalt dolgozók nagyon világos és konkrét dolgokról számoltak be akkor a főváros fideszes vezetésének, többek között egy bentlakó kisfiúról, aki elmondta nekik, hogy az igazgató belenyúlt a nadrágjába. A dolgozók ezt elmondták a főváros oktatási, gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának, az ügy azonban rejtélyes módon elhalt, nem történt semmi. És mit ad Isten, ezt a főosztályt akkor Pölöskei Gáborné, Áder Anna Mária vezette, aki történetesen Áder János testvére. Tudnia kellett, hogy mit csinál az igazgató a Bicskei Gyermekotthonban lakó gyerekekkel. Mégsem tett semmit. Ezért a pedofil igazgató még 5 éven át zaklathatta a rábízott gyerekeket. Pölöskei Gáborné Áder Anna Máriát a hallgatása után előléptették. Nem is akárhogy. Mit ad Isten, Balogh Zoltánnak lett az államtitkára. A demokratikus koalíció szerint ez újabb bizonyíték az orbáni pedofil hálózat működésére. Az Orbán rendszer a legmagasabb szinten fedezi, mosdatja, menti fel és tünteti ki a fideszes pedofilokat. Így történt ez a fideszes fővárosi vezetésben, így történt ez a Sándor palotában, és így történt ez az igazságügyi minisztériumban is. Ahogy valószínűleg az államigazgatás minden szintjén. Hogyan lehetséges az, hogy Áder János testvére megtudja, mi zajlik a Bicskei Gyermekotthonban, de inkább hallgat, majd ezek után annak a Balogh Zoltánnak lesz az államtitkára, aki kitüntette a pedofil igazgatót? Ennyi véletlen a világon nincs, csak itt az orbáni pedofil hálózat működése közben. A demokratikus koalíció azonnali választ követel Orbán Viktortól. Hány pedofil ügynek kell még kihullania a szekrényből, hogy bevallja? Egy egész hálózat védelmezi a fideszes pedofilokat az Orbán rendszerben. Hogyan lehet az, hogy amikor a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója elmegy a Bicskei Gyermekotthon akkori fenntartójához, a fideszes fővárosi vezetéshez, és elmondja, hogy az igazgató pedofil, akkor nem mentik fel, nem vizsgálják ki, és semmit sem csinálnak. Hogyan lehet az, hogy a felelős, aki akkor hallgatott erről, megmentve a pedofil igazgatót, utána éppen Balogh Zoltánnál lesz államtitkár? Annál a Balogh Zoltánnál, aki kitüntette a pedofil igazgatót, és aki a mostani pedofil ügynek is a kulcsfigurája. Ezekre a kérdésekre egy válasz van. A demokratikus koalíció szerint ez újabb bizonyíték az orbáni pedofil hálózat működésére. Az Orbán rendszer a legmagasabb szinten fedezi, mosdatja, menti fel és tünteti ki a fideszes pedofilokat.